tudom, hogy szemből fúj a szél. Fúj a szél, tudom, hogy szemből fúj, és mindig mást ígér. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm, ezer csodát. Fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, egy új nap beköszön, és ránk talál. Tegnap volt egy éve, hogy váratlanul elhunyt a Republik karizmatikus frontembere Bódi László Cipő. Itt a stúdióban egyfelől ráemlékezünk Nagy László Attilával, illetve Patai Tamással. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Én nem akarok abból titkot csinálni, de ugye vártuk ide a stúdióban hát a kollégátokat, Sipoff F. Tamás, de ő most nem jött el. Nem jött el a Tomi, ami így nagyjából meg lett szellőztetve a Buller médiába, ez igaz. A Sipos F. Tamástól megvált a zenekar, abszolút békében, szeretettel köszönve neki az elmúlt egy évet. Tehát röviden ennyi. Tehát ez a búcsú, ez most megtörtént. Igen. Innentől kezdve Sipos F. Tamás már nem a Republik énekes akkor? Igen, de eddig is csak kisegítő volt nekünk. Tehát a zenekarban, ezt már az elején voltunk egyébként, pont itt ültem középen, mikor elmondtuk, hogy őt nem vettük be a zenekarba, hanem kisegített a zenekart ebben a nehéz ilyen vérzivataros időszakban. Nem úgy tűnt. Nem úgy tűnt, hiszen beszéltetek ti erről a Tamással itt a stúdióban arról is, hogy milyen nehéz lesz majd a koncerteken a közönségnek, a rajongóknak ugye megfelelni. De nehéz is volt. Nehéz is. Mi okozta a nehézséget egyébként? Hát pontosan az, amiben egyébként a Sipi nagyon jó, hogy nagyon karakteres. Egyrészt a múltja, a hangja, van egyfajta eszköztár, amivel ő tud dolgozni, és a közönség ezt nagyon nehezen fogadta el. Nem nagyon nagy hiba volt, hogy rögtön őt raktuk oda középre, és rögtön elkezdték az emberek a Cipővel hasonlítgatni. Tamás, mi igaz a sajtóban megjelent hírek közül, hogy egyébként ennek a búcsónak, ennek a szakításnak az is a hátterében áll, vagy állhatott, hogy a Tamás sokszor nem jelent meg a próbákon, pontatlan volt a próbákon, vagy esetleg nem megfelelő állapotban érkezett a próbákon? Ebből semmi nem igaz. Alapból annyi, hogy mi nem is szoktunk nagyon próbálni. Tehát a kezdetekkor próbáltunk egy két hónapig, minden zűr nélkül, és a Tomi abszolút időben jelent meg, semmi probléma soha nem volt vele, hogy ez kacsa. Ez az nem igaz. Hogyan tovább? Most innentől kezdve nem lesz vendégénekes a Republik? De ugyanúgy lesz vendégművészünk, csak nagyon érdekes volt, az elmúlt hónapok úgy teltek, hogy éreztük, hogy valami nem megfelelő, és aztán azt mondhatnám, hogy a sors vagy a jóisten, nevezhetjük bárminek, tálcán kínálta elénk a lehetőséget vagy a megoldást, mert hogy köszönjük a gratulációt, egyébként nagyon szép volt a koncert, a 24. születésnapi koncertünk a József Attila Színházban, amiből kettőt is kellett csinálni, olyan nagy siker volt. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel gratuláltatok hozzá. Tehát ott a színházban megy ez a Hattyú dal című darab, ami Republik dalokat tartalmaz, 26 darab Republik dalt, és ott elintette az élet, vagy mint mondtam, a jóisten, a megoldást. Két olyan ember személyében, akik azt mondom, hogy nem csak hogy hitelesen, hanem olyan töltettel, és az a rajongók és a Republikot szeretők által azt látom, hogy teljesen 100%-osan elfogadható módon adják el a dalokat, ami egyszerűen kiverte a szemünket, tehát nem lehetett nem észrevenni. És ez nem azt jelenti egyébként, hogy mindenféleképpen a rajongóknak szeretnénk megfigyelni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a jelzéseket, amit mondjuk az egy év folyamán és kaptunk. És már ugye annak idén, amikor Cipő elment, ugye már akkor beszéltetek erről, hogy ez egy nagyon rögös út lesz. Megtalálni azt a karaktert, azt az énekest, aki egyfelől felveszi a ritmust, meg tudja magát kedveltetni, szeretetni ugye a közönségetekkel, ez biztos egy nagy kihívás. Igen. És még bocsánat, hogy elnézést, hogy belevágok a szavadba. Tehát úgy van, hogy a Csaba, róla kiderült, hogy nagyon jól énekel, tehát ő egy részét a műsornak ő fogja énekelni, és két embert, a Magyar Bálintot és az Önbeli Pált viszünk, mint meghívott vendéget magunkkal.
Örülök akkor, hogyha ez a probléma megoldódott. Beszéljünk azért egy kicsit a tegnapi napról, mert lehetett azt látni az újságban és hírekben is olvasni, hogy nagyon-nagyon sokan ellátogattak Cipős Éréhez. Milyen volt a tegnapi nap a megemlékezés a zenekar részéről? Mi egy csendes megemlékezést tartottunk, nem a temetőben, hanem mindenki privát elment a temetőbe kis tartsára előző nap, mert olyan dolgoknak éreztük, hogy ki vagyunk téve, hogy inkább jobb, hogyha a Cipő családjával, Zsuzsával, feleségével és a két gyerekével csendes megemlékezést tartunk, úgyhogy nem mentünk el így közösen együtt a temetőbe, mindenki külön elintézte. Utólagosan visszanézve az elmúlt 12 hónapot, az elmúlt egy évet, ez milyen volt a zenekar életében Cipő nélkül? Hát az eleje az nagyon nehéz. Azt mondom, egyébként egy ilyen szinte sokkos állapotba kerültünk, akkor egy ilyen köd és valami szürke felhő esett le a fülünk és a szemünk és a fülünk elé, sok mindent nem hallottunk, nem jól értettünk meg. Azt hiszem az elmúlt 12 hónap az arra ment el, hogy azt bizonyítsuk, hogy talpon tudunk maradni a Cipő nélkül is. Bevallom, nem volt nehéz, vagy nem volt könnyű. Tehát nem volt könnyű, ez hazudnék, hogy azt mondanám, hogy ez vidáman ment. Reméljük és kívánjuk azt, viszont Laci, bocsánat, csak Attila így inkább. Bocsánat, hogy ez a rögös út, ez innentől kezdve már egy kicsit egyenesebb lesz. Köszönöm szépen, hogy itt nagyon köszönjük. Mi köszönjük a vendéglátást.